Szép jó estét mindenkinek, a most következő videónkban pedig folytatni fogjuk a Skibidi WC-k teljes történetét, ez már a 13. rész. Hogyha örültök ennek az egésznek, akkor mindenféleképpen fejjétek szét azt a like gombot már most. Hála nektek, megtudhattam végre, hogy igazából már hárman csatáznak egymás ellen, és vannak az Astro Toilettek, a Skibidi WC-k, illetve a jó kamera fejek, és akkor nekik folytatódik most a háborújuk. Hát azért jó sok rész kell, hogy összeálljon itt a kép, és nekem még mindig nem teljesen tiszta, de én próbálkozok, és bizony akkor idővel csak ki fog ebből a hatalmas nagy háborúból alakulni valami. Hát ők amúgy eléggé szomorúnak tűnnek, de hát nem csodálom, amennyi pusztítás van körülöttük, meg amennyi áldozattal járt már ismételten ez az egész háború, és mi durva lézerfegyvereik vannak. A végén majd itt jönnek ilyen hatalmas nagy drámai fordulatok, tudjátok, és be fogunk könnyezni ezen a sztori, de ott nyomadták a kis Fortnite-os táncokat. Hát nem mindenkin ül rajta ez a depresszió, mint rajtuk, de ott a háttérben nézzétek már meg, hogy milyen pókos teste van annak a tagnak. De mit keres itt egy Skibidi WC? Ja, mert minthogyha amúgy az előző részben már lett volna olyan is, hogy pár Skibidi WC összefogott a kamerafejekkel. És lehetséges, hogy az lesz majd itt a hatalmas nagy sztorink, hogy az Astro Toilettek ellen össze fognak fogni a kamerafejek meg a Skibidi WC-k, és akkor közös erővel próbálják majd legyőzni őket. Hát bőven benne van itt bármi a pakliban, de hát nézzétek meg! Ez a Skibidi WC, aki repít minket, nagyon is a mi csapattársunk már, közben pedig random másik Skibidi WC-ket szedünk le. Szóval valaki már átállt hozzánk. Hát ezek azért sorsdöntő pillanatok lehetnek egy háborúban. Na de ott van akkor nekünk egy Astro Toilet. Fú, de fura amúgy ezeket itt kimondani, meg próbálni megérteni itt a történetet, meg elemezgetni a dolgokat, hogy most pontosan akkor mi is történik? Meg mi az az egész? Hát az a lényeg, hogy az Astro Toilettek a legkomolyabbak, meg a legerősebbek, akkor gondolom. De hát a jóknak is vannak azért ilyen bosszaik, meg komoly haderejük. Ki volt ez a csajszi? Vagy már csak hallucinálok és random nőket látok? De nem, ott kajakra volt egy csajszi, akinek bizony nagyon is emberformája volt. Jó, megérkeznek akkor az asztrók. Ő pedig már próbál futni, de hát sejtettem, hogy nem fog ez összejönni. De eddig ők nem voltak ennyien, és most akkor az egész brigád össze fog gyűlni, amely azért eléggé veszélyes. Aha, őt sem láthattuk még eddig, és mennyire parán is néz ki. Mit mutatsz, like jelet? Hát nagyon is baj van itt, főnök. Ennek nem örülünk. És amiután mutatta nekünk, már magához is szívta őt a hölgyemény, és bedarálja. Aha, nagy eséllyel igen. De csóri! Pedig a halála előtt is még mennyire kis jó kedve volt. Hát ellene nem sokra megyünk, most úgy fest nekem. És akkor már minket is, aki kameráz, elkezd beszívni. És mennyire közel vagyunk az arcához. De azért bemutattunk neki, de mi van? Oké, hogy lesz, aki itt ad a kezünket, meg megkínzol minket, de legalább büszkén halunk meg. És ez ennek az egésznek a lényege. Hát jó erőben van a kis csaj, mit nem mondjak? Íj, de kegyetlen halál volt ez, és még a szeméből is lézer sugarakat tud kilőni. De a feje felett is. Mi az a kis tiara szinte? Lehetséges, hogy ő itt a főnök asszony. És ő az egész Astro Brigádnak a vezetője. Hát még az is benne van akár. De ezek mind a tényleg fejlettebbek. Lennének, mint az eddigi Astro szörnyek, és hogy ránk kacsintott ott a végén, ezt tekerjük csak vissza? Hát ki akar kezdeni itt velünk? Szépen elkezdünk vele flörtölgetni, meg mindent, tudjátok, és akkor megszüntetjük a háborút. Azaz, csajszi, nyomod! Hát nagyon fura volt ez a rész is, mit ne mondjak. És tovább rombolják akkor
itt a környezetet. Szörnyű, hogy már mióta minden lángokban hever, na de jön is akkor az utolsó epizódunk, amely jelenleg kint van a csatornájukon, ez pedig a 77. rész. Hát konkrétan az ég eddig nagyon nem ilyen volt. De ennyi pusztítás után pedig már még az ég is beszíneződött. Mint hogyha valami apokalipszisban lennénk már. De neki is milyen komoly felszerelése van? Hát próbáljuk itt menteni a menthetőt. De nem túl sokan vagyunk itt. De rendes ezek szomorú pillanatok. Hát gondoljatok bele, évekkel ezelőtt ez még valakiknek az otthona volt. Most pedig hogy néz ki minden? Hát minden lángokban hever. Mert valamiért ők elkezdtek csatázni. Közben pedig az Isten tudja, hogy mégis miért kezdtek el csatázni. Végre valaki angolul elkezdett itt beszélni és mondja, hogy ne lőj ránk ugyanis, mi nem ellenség vagyunk. De ők akkor már voltak valamelyik részben. Ott van kettő ember, akiket ők kimentettek akkor. Eddig még random civil embereket, akik bizony nem orvosok, illetve nem katonák nem láthattunk. Hát mondom én, hogy folyamatosan itt váratlanabbnál váratlanabb dolgok történnek, de sajnálatos módon már egybe jönnek a skibidi vécék, és ránk támadnak. Léci, mondjátok azt, hogy az ártatlan civilek túlélték ezt az egészet? Nem élték túl? Nagyon is bedarálódtak. Hát rendes szomorú ez a sztorink, és egyre szomorúbb lesz. Pedig ők nagyon is túlélők voltak. És csak menekíteni próbálták az életüket. De hát jöttek a skibidi vécék. És bedarálták őket, illetve itt van már akkor egy asztrotoilett is. Érthetetlen számomra, hogy miért háborúznak ennyit? Hát de nézzétek már meg, itt pedig az asztrotoilettek is egymás ellen fordultak. Mi ez? Hát össze-vissza háborúzik mindenki mindenkivel. Én próbálom tényleg keresni itt bizony az összefüggéseket meg az értelmet. De hát sokszor ez nem jön össze, valljuk be. Pedig valahogy biztos kéne lennie. Mondják, hogy megmentettük a te életedet, és most nyugodj meg, ők nem fognak minket bántani. Fú, de para a szájmozgása. Na, hát mi nem kötünk veletek szövetséget. Pedig ő gondolom arra mentek volna. De ez meglepő, hogy valamelyik asztrofej akkor, vagy asztrovécé, vagy toilet, vagy bármi is jó fej. A jókkal, valamelyik gonosz, illetve a skibidi vécéknél is ugyanez a helyzet. És akkor csatáznak tovább. Értem. Neki pedig már ilyen repülője is van, meg minden, de azt vettem észre, hogy most sokkal kegyetlenebb halálok vannak, meg sokkal véresebbek ezek az epizódok. Eddig nem voltak amúgy ezek ilyen durvák. Hát nézzétek már, hogy milyen parán néz ki ez is. De annyira érthetetlen számomra most is, hogy mégis mi történik pontosan, meg miért? Na? Haragszunk rá? Aha, most már minthogyha kezdenénk összespanolni velük, és akkor szövetséget fogunk alkotni az asztrotoiletekkel. És akkor közösen próbálunk fellépni a skibidi vécék ellen. Hát eléggé furaz, de hát gondolom, hogy igen. Ennyi is lett volna akkor ez a videónk. Remélem, hogy bejött nektek. Hogyha igen, és szeretnétek majd folytatást, hogyha kijönnek a további részek, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot. Ott van minden lent a leírásban a gameplay csatornámmal együtt, kérlek, oda is iratkozzatok fel. Én Elek Robi vagyok, majd hamarosan találkozunk. Addig is, szevasztok!